Sziasztok, itt Apple Sandel, és ebben a videóban az APS generációról fogunk egy kicsit tanulni. Aki még nem tudná, mi az az APS generáció, nos, az ebben a videóban megtudja. Na lássuk! Az APS-eknek 5 generációjuk van, és mindegyik generáció más és más. Első generáció. Az első generációt nem a Hasbro fejlesztette ki, hanem a Kenner 1947-ben. Ezt a vállalkozást két cég is megvette, majd 1991-ben a Hasbrohoz került pénzügyi problémák miatt. Ezeket az APS-eket nagyon nehéz megtalálni, de hogyha szeretnétek egyet, ezen a néven megtaláljátok. Második generáció. Az első APS-eknek mágnesük volt, de aztán biztonsági okok miatt muszáj volt eltávolítani a fiatalabb korú gyermekek miatt. És hát elég drága is volt. Így hát megjelentek a mágnes nélküli LPS-ek. Ezek után az LPS-ek szemeibe különböző mintákat rajzoltak, például virág vagy vízcsepp. Majd jött a póha, szörös és filteres LPS-ek. Meg még a felfelé néző fajta is, meg még azok is, amelyek tudtak mozogni. És ez mind-mind a második generációba tartozik. És ekkor jött a harmadik generáció. Harmadik generáció. A harmadik generációs LPS-eket egy kicsit túlzásba vitték a nagy fejek, szemek és kicsi test miatt. De szerencsére 2012-től 13-ig és 14-ig kiadták még egyszer a második generációs LPS-eket, de keveredve a harmadik generációval. Szerintem rájöttek, hogy elég furán néztek ki. Negyedik generáció. Na igen, ezeket az LPS-eket senki se várta. Én nem nagyon szeretem őket. Nagyon fura az anyagjuk, és a festék is hamar kopik. És hát elég furán is néznek ki. Később megváltoztatták az anyagot, de így sem volt a legjobb. Most komolyan. Ez nem ijesztő nektek? Na mindegy. És az utolsó, vagyis a mostaniak, az ötödik generáció. Nos, nekem nagyon tetszenek, és kezdenek is hasonlítani a régiekre. Tudjuk, hogy nem fogják visszahozni a régieket, de legalább egy kicsit kezdenek hasonlítani rájuk. És nagyon tetszik bennük, hogy más-más egy-egy helyen a színátmenet. Például mindezen a kutyuson, itt. Hogy itt fehér, és itt megváltozik a szín. Nos hát, ennyi is lett volna. Örülök, hogy megnéztétek. És remélem, hogy sokat tanultatok az APS generációról. Sziasztok! Yay!